Angol sajtóhírek szerint jelenleg a Real Madrid van pole pozícióban a Jadon Sancho megszerzéséért folyó versenyfutásban. A Barcelona állítólag Paulo Dybalával pótolná a nyáron várhatóan távozó Lionel Messit. A Bayern München ajánlatot készül tenni a Napolit erősítő Kalidou Koulibalyért. A Liverpool a Real Madrid brazil tehetségével, Rodrigóval erősítené meg támadó szekcióját a következő szezonra. Üdvözlünk titeket a Tiki-Taka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. Sajtóhírek szerint az Atletico Madrid a nyáron az Olympique Lyon brazil középpályásával Bruno Guimarães-sel szeretne erősíteni. Diego Simeone együttese jelenleg az élen áll a La Ligában, és elsőre furcsának tűnik a megállapítás, de a madridiak keretéből hiányzik egy vérbeli védekező középpályás. A klub a nyári átigazolás időszak utolsó napján kénytelen volt elengedni Thomas Partit, mivel az Arsenal kifizette a kivásárlási záradékában szereplő összeget, és bár a gánai helyére érkezett kölcsönbe Lucas Torreira, de ő egyelőre nem tudja bejátszani magát a kezdő 11-be, mint ahogyan az idény közben a Valenciától megvett Geoffrey Kondogbia sem lett alapember. Így a mérkőzések többségén Koke szerepel a védelem előtt, de neki nem ez az igazi posztja, és az Atletico a hírek szerint a következő idényre szeretne egy olyan játékost igazolni, aki ebben a szerepkörben képes a legjobb teljesítményt nyújtani. Bruno Guimarães már tavaly is ott volt az Atletico célkeresztjében, de végül hivatalos ajánlatot nem tett a spanyol klub. A Mundo Deportivo ugyanakkor úgy tudja, hogy idén már tényleg bejelentkeznek érte. A brazil középpályás még 2020. januárjában érkezett Lyonba az Atletico Paranense-től, és a francia egyesület 20 millió eurót fizetett érte. A 23 éves játékos az előző idényben főleg a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában futballozott egészen kiemelkedően. A jelenlegi idényben azonban csak 14 alkalommal volt ott a kezdők között. Igaz, az év elején átesett a koronavíruson is. Guimarães rengeteg labdát szerez, főleg becsúszásokkal, és a passz hatékonysága is kiemelkedően jó a posztjához képest, de a támadásokhoz nem sokat tesz hozzá. Ez persze Simeone számára nem jelent gondot, ő éppen egy ilyen típusú játékost keres, viszont Bruno Guimarães szerződése 2024-ig érvényes az Olympique Lyonnál, így alig ha lesz olcsó. A franciák állítólag 28 millió euró körüli összeget szeretnének kapni érte. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki-Taka TV egyetlen friss videójáról sem. Az Arsenal csatárát, Alexandre Lacazette-et az angol lapok szerint az AS Monaco csábíthatja vissza Franciaországba. A 29 éves támadó ebben az idényben az ágyúsok házi gólkirálya a Premier League-ben 9 találattal, ami azért érdekes, mert korántsem számít állandó kezdőnek. Lacazette az eddigi 26 forduló alatt 17 alkalommal volt a kezdő 11 tagja, és amikor pályára került, akkor is gyakran vissza kellett lépnie a középcsatár posztjáról. Az Arsenalnak ugyanis nem volt játékszervezője. Most pedig, hogy már van két ilyen játékos is Martin Ødegaard és Emil Smith-Rowe személyében, Lacazette általában kispados Pierre-Emerick Aubameyang mögött. A szurkolók minden esetre nagyon kedvelik a franciát, akit a klub 2017 nyarán 53 millió euróért vett meg az Olympique Lyontól. A 2018-19-es idényben a drukkerek például az Arsenal legjobbjának is megválasztották. Lacazette már 157 összecsapáson van túl az ágyúsoknál, 59 góllal és 28 gólpasszal, viszont szerződése 2022-ben lejár. Mikel Arteta aligha nem szívesen megtartaná, de a francia légiós azon játékosok közé tartozik a keretben, akinek az eladása nem jelentene olyan nagy gondot, és piacképesnek is számít, viszonylag komoly összeget lehet kapni érte. Ez azonban idén-nyáron kell eladni, és a támadót az elmúlt időszakban olyan csapatokkal hozták kapcsolatba, mint a Juventus, az Internacionale vagy az Atletico Madrid, még ha ezek közül csak az utóbbi vehető komolyabb opciónak. Az AS Monaco érdeklődése is ilyen, még ha a klub nem is áll rosszul csatárokban. Wissam Ben Yedder és Kevin Folland egyaránt 13-13 alkalommal volt eredményes eddig a bajnoki idényben, és a keretben ott van még a fiatal olasz Pietro Pellegri, illetve a rutinos montenegrói Stefan Jovetic is. Utóbbi szerződése azonban az idény végén lejár, így a helyére érkezhet egy új ember. Kérdés, a Monaco mennyit tud adni Lacazette-ért, akinek a piaci értékét a Transfermarkt 35 millió euróra becsüli.
Kisebb verseny alakulhat ki a Sassuolo középpályásáért Manuel Locatelliért, akit a Tuttosport szerint a Juventus és a Manchester City is vinne, míg a Calcio Mercato úgy tudja, hogy a Real Madrid is megszerezné. A 23. életévét januárban betöltött játékos a pályafutását az AC Milánnál kezdte, és nagy reményeket fűztek hozzá, de nem tudott megragadni a kezdők között, így 2018-ban kölcsönadták a Sassuolónak, amely egy évre rá a vételi opcióját érvényesítve 12,5 millió euróért végleg megvette. Locatelli azóta gyakorlatilag kihagyhatatlan a kezdők közül, nemrégiben a csapatkapitányi karszalagot is megkapta, és nagy szerepe van abban, hogy a Nero Verdi megbízhatóan tartja magát a Serie A középmezőnyében. Ebben az idényben 2 gólja és 2 gólpassza van az olasz élvonalban, és igazi vezéregyéniségnek számít, statisztikái pedig kiemelkedően jók. Az egész Serie A-ban ő a legtöbbet passzoló futballista, mérkőzésenként átlagban közel 83 átadása van. Csak érdekességképpen a rangsorban utána következő középpályása az interes Marcelo Brozovic átlagban 61,7 passzal. Arról nem is beszélve, hogy Locatelli nem csak sokat, de pontosan is passzol. Átlagban 87,8%-os a mutatója. Nem véletlen, hogy tavaly szeptemberben az olasz válogatottban is bemutatkozhatott, és ügynöke nemrég arról nyilatkozott, hogy Locatelli szívesen kipróbálná magát a Bajnokok Ligájában, amire a Sassuolóval aligha lesz lehetősége. A Juventus állítólag hasonló konstrukcióban szerezné meg, mint Federico Chiesát a Fiorentinától, vagyis kölcsönvennék kötelező vételi opcióval, míg a Manchester City a hírek szerint kész lenne akár egy összegben is kifizetni az olasz klub által kért 40 millió eurót. Ami pedig a Real Madridot illeti, itt is elférne egy ilyen típusú játékos, hiszen a középpályán Luka Modric és Toni Kroos túl van már a harmadik X-en, de ezzel együtt valószínűbb, hogy a madridiak inkább a spanyol bajnokságból választanak majd valakit. A Tuttosport értesülései szerint a Bayern München bejelentkezett a Napoli szenegáli védőjéért, Kalidou Koulibalyért. Az afrikai középhátvédet néhány éve még a posztja egyik legjobbjának tartották Európában, és a Nápolyi Egyesület elnöke Aurelio De Laurentiis 2018-ban állítólag a Manchester United 100 millió eurós ajánlatát is visszadobta, mondván játékosa ennél is többet ér. Koulibaly teljesítménye később azonban jelentősen visszaesett, ráadásul az előző idényben sérülések miatt viszonylag sok mérkőzést hagyott ki, és a mostani bajnokságban is csupán 16-szor kezdett 24 forduló alatt. Ezzel együtt még mindig kapósnak számít a nemzetközi játékos piacon. Tavaly tavasszal kapcsolatba hozták a Real Madriddal, a Manchester Cityvel és a Paris Saint-Germainnel is, de ajánlatot egyik klub sem tett érte. A Tuttosport szerint a napokban Koulibaly ügynöke Fali Ramadani tárgyalóasztalhoz ült a nápolyiak elnökével, hogy megvitassa vele az ügyfele jövőjét, és a lap úgy tudja, hogy szóba került a Bayern München ajánlata is. A bajorok egy középhátvédet már igazoltak a következő idényre Dayo Upamecano személyében, akit az RB Leipzigtől vettek meg, de szükségük lehet még valakire ezen a poszton, hiszen David Alaba biztosan távozik, és Jérôme Boateng szerződése is lejár. A müncheniek ugyanakkor a hírek szerint 45 millió eurónál nem adnának többet Koulibalyért, ami alig hanem nagyon messze van attól a vételártól, amit De Laurentiis kapni szeretne, még ha a korábbi 100 millió eurós összeget alig hanem már ő sem tartja megalapozottnak. A védő szerződése minden esetre 2023-ig érvényes, és nem tartalmaz kivásárlási záradékot, vagyis a Napoli elméletben annyit kér érte, amennyit csak akar. Viszont egy 29 éves, a pályafutása csúcsán alig hanem túllévő védő már korán sem adható el olyan sok pénzért. Spanyol lapértesülések szerint az angol bajnoki címvédő Liverpool FC érdeklődik a Real Madrid fiatal brazil szélsője Rodrigo iránt. A vörösök szakvezetője Jürgen Klopp már sokkal korábban kiszemelte magának a még mindig csak 20 éves támadót, legalábbis ezt állítja a játékos ügynöke Nick Arcuri, aki az egyik tavalyi nyilatkozatában elárulta, hogy a Liverpooliak már akkor figyelték Rodrigót, amikor még csak 16 éves volt, és a Santos ifjúsági csapatában játszott. Az egykor a Manchester Cityben is megfordult Elano, aki később a Santos vezetőedzőjeként dolgozott együtt Rodrigóval, 2019-ben ugyancsak arról beszélt, hogy a Liverpool annó bejelentkezett a támadóért, ám csak 30 millió eurót kínált érte, amit a brazil egyesület túl alacsony ajánlatnak tartott, így nemet mondott. Mint később kiderült, a Santos vezetősége jól döntött, hiszen 2019 nyarán már 45 millió euróért adta el a fiatal tehetségét a Real Madridnak. Eleinte úgy tűnt, hogy a támadó, aki a 2018-as brazil bajnokságban 8-szor volt eredményes, Madridban is gyorsan befut, elvégre első mérkőzésén csereként beállva rögtön betalált, majd a Bajnokok Ligájában mesterhármast szerzett a Galatasaray ellen.
Rodrigo az előző idényt végül az összes tétmérkőzést figyelembe véve 7 góllal zárta, most azonban eddig csak egyetlen találata van 6 gólpassz mellett. Az ősszel többnyire csereként küldték pályára, majd decemberben combsérülés szenvedett, azóta nem is lépett pályára. A hírek szerint a madridiak már egyáltalán nem ragaszkodnak hozzá, és megfelelő ajánlat esetén akár túl is adnának rajta. A Diario Gol nevű spanyol internetes portál pedig úgy tudja, hogy Klopp még mindig szívesen látná őt csapatában. Rodrigo jobb és bal szélsőként is bevethető, és biztosan új lendületet adhatna a mostanság visszafogottabban működő liverpooli támadósornak. A beilleszkedés pedig megkönnyíthetné, hogy a vörösök keretében Alisson, Fabinho és Roberto Firmino személyében több honfitársa is szerepel. A bökkenőt a vételára jelentheti, hiszen a Real Madrid anno 45 millió eurót adott érte, és alig hanem most ennél is többet szeretne kapni. A jól értesültek szerint a madridiak nem kevesebb, mint 50 millió euróra taksálják a fiatal játékosukat, ez viszont túl nagy összeg lenne a Liverpool számára. Ha szeretnél további spanyol focival kapcsolatos hírekről értesülni, akkor látogass el partner oldalunkra, a Primera24.hu-ra. A Real Madridnak már csak azért is jól jönne Rodrigo esetleges értékesítése, mert minden euróra szüksége van ahhoz, hogy megszerezze a Borussia Dortmundtól Jadon Sancho-t. A Daily Express című brit napilap szerint ugyanis a madridiak rámozdultak az angol kiválóságra. A 20 éves támadót az elmúlt másfél évben rengeteg sztárklubbal kapcsolatba hozták, és a pletykák szerint a legkomolyabb a Manchester United érdeklődése volt, amely tavaly nyáron szerette volna megszerezni Sancho-t, viszont a dortmundiak kijelentették, hogy 120 millió eurónál kevesebbért nem adják el, márpedig ennyit a vörös ördögök nem akartak fizetni. Talán az átigazolási húzavona miatt is, de Sancho teljesítménye az idény elején kissé visszaesett, de az utóbbi időszakban már ismét a régi formájában futballozik. Ebben az évben eddig 12 mérkőzésen 7-szer volt eredményes, emellett kiosztott 7 gólpasszt is. Dortmundban alig nem úgy számolnak, hogy idén már biztosan nem tudják megtartani, és ha a Borussia esetleg lemarad a Bajnokok Ligája indulásról, akkor kizárt, hogy az angol légiós a következő idényt is a Signal Iduna Parkban kezdje. Kérőkből pedig továbbra sincs hiány. A Manchester United még mindig nem tett le Sanchóról, akit a dortmundiak a Manchester City utánpótlásából igazoltak le, és a játékos a hírek szerint szívesen visszatérne Angliába, és ennek megfelelően a Liverpoolt és a Chelsea-t is szokták emlegetni vele kapcsolatban. A Daily Express szerint azonban a Real Madrid is érdeklődik a támadó iránt, akit a koronavírus járvány miatt igencsak rossz anyagi helyzetbe kerülő BVB alighanem 100 millió eurónál olcsóbban is elengedhet. Az üzlet létrejöttét egyébként az is elősegítheti, hogy Florentino Pereznek remek a viszonya a dortmundi vezetőkkel. A Real korábban Ashraf Hakimit adta kölcsön a német egyesületnek, jelenleg pedig Reiniert parkoltatja a Borussiánál, és az angol újság szerint a madridiak akár néhány játékosukat is hajlandók lennének bevonni az üzletbe. A lap emellett arról is beszámolt, hogy értesüléseik szerint a spanyolok már január óta egyeztetnek a németekkel Sancho ügyében, és állítólag jelen pillanatban a királyi klub van pole pozícióban a támadó megszerzéséért folyó versenyfutásban. Továbbra is tartja magát az a pletyka, hogy az FC Barcelona érdeklődik a Juventus argentin támadója Paulo Dybala iránt. A 27 éves klasszis helyzete jelenleg meglehetősen ellentmondásos a torinóiaknál. Az új tréner Andrea Pirlo az idény első felében többször is a kispadra ültette, nem ismert neki a játék, január óta pedig sérülés miatt nem lépett pályára. Ehhez jön még az a tény, hogy szerződése 2022-ben lejár, és a klub meg is kezdte vele a tárgyalásokat a hosszabbításról. Andrea Agnelli elnök szerint olyan ajánlatot tettek Dybalának, amellyel Európa 20 legjobban fizetett labdarúgója közé kerülne, azonban megállapodás egyelőre nem történt. Dybala minap egyébként Barcelonában járt, hogy ott egy tért specialistával konzultáljon a sérüléséről, aminek apropóján ismét előkerült, hogy a katalán klub is szeretné megszerezni. A Barcánál persze jelenleg minden bizonytalan a jövőt illetően, nagy kérdés, hogy ki nyeri meg az elnökválasztást, illetve hogy mi lesz Lionel Messi sorsa. Egyes lapértesülések szerint minden esetre a legesélyesebbnek tartott elnökjelölt Joan Laporta Dybalát nézte ki arra az esetre, ha Messi mégis elhagyja az egyesületet. Ez abból a szempontból valószínű opciónak tűnik, hogy Dybala játékstílusa valóban hasonlít Messiére, a legjobb teljesítményre ő is egyfajta szabad szerepkörben képes, és ha nem sikerül megállapodnia a szerződés hosszabbításról a Juventusszal, akkor alighanem igazolhatóvá is válik. Ehhez azonban elég sok feltételnek kell megvalósulnia, így fogadni azért még nem érdemes a dologra. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!